Az utcán vonuló zenekarok kultúrája Amerikában tekint vissza nagy hagyományokra. New Orleansban, ahol mindig szól a zene, és ahol a Repteret is Louis Armstrongról nevezték el, a Bourbon Street környékén, bárokból, éttermekből és az utcán is lépten nyomon zenekarokba botlik a járókelő. Ezt a hangulatot akarta meghonosítani itthon a Band of Streets. A zenekar 2011 óta létezik, és követi azt a célt, hogy a rezes utcai muzsikálás eljusson az emberek szívéhez. Elég sűrű a nyár szerencsére, nagyon sok helyen játszunk, úgyhogy nem panaszkodunk egyáltalán. Most már mondhatom azt, hogy majdnem minden megyében talált egy hasonló jellegű zenekar, tehát ezek a brass bandek egyre inkább előfordulnak most már az országban. Hát örülünk neki, hogy valahol ezt mi kezdtük el Magyarországon, és most már tényleg látni, hogy van valami eredmény a dolognak. Műfajt nem teremtettünk, az túlzás lenne állítani, de elhoztunk valami olyat, amit az emberek korra való tekintet nélkül szívesen fogadnak, mondja Gergő, aki egyébként a helyi fúvózenekarral is a sokszínűségre törekszik. És valami hasonlót él meg az ember, a bandet hallgatva. Láthatóan a közönség együtt lélegzik a zenekarral, és nem nagyon kell nógatni őket egy kis önfeled bulizásra. Nem mi találtuk ki ezt a műfajt, hanem ez New Orleansból ered. Ott gyakorlatilag évtizedek óta ennek nagy hagyománya van, hogy ilyen rezes bandák föl lemászkálnak az utcán, és nagyon jó hangulatot csinálnak. Mi ezt próbáltuk egy kicsit a saját ízünk szerint így, hogy mondjam, tehát hogy belerakni egy olyan stílusba, ami mint akár a retro diszkót, vagy a mostani slágereket is felöleli. Mi a népszerűség titka? Hát ez egy jó kérdés, még mi sem jöttünk rá, de úgy néz ki, hogy az embereknek tetszik, amit csinálunk, és ez a legfontosabb. A szakmaiság mellett nagyon fontos, hogy milyen hangulatot tudunk teremteni a zenénkkel. Tehát, hogy a kettő dolog nem működik egymás nélkül. Tehát, hogyha valaki szakmailag nem jó, de jó hangulatot csinál, akkor is van, aki húzza a száját. Megfordítva is ugyanez igaz, szerintem itt mindennek passzolnia kell, és akkor tökéletes a produkció. Nem kitaposott az út egyáltalán, most például tervben van egy pilzeni fesztivál, ahova elvileg megyünk, majd októberben, most az egy ilyen nagyobb cél, de egyébként csinálunk most CD felvételeket, videó felvételek fognak készülni, úgyhogy meg egy kicsit, hogy mondjam, elmentünk a színpadiasság felé, tehát most már vannak olyan színpadi produkcióink, ugye eddig mindig csak az emberek között zenéltünk, és most próbálunk egy kicsit így a szintetizátorral, meg basszusgitárral kooperálni, és akkor még színesebb lesz így a műsor. Teljesen másképp működik egyébként az emberek között, más energiája van egy ilyen produkciónak, de úgy vettük észre, hogy ez is szimpatikus az embereknek. Nyilván egy picit más, mint az eddigiek, de megpróbálunk nyitni e fele is.